Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és igen, jól látjátok, a címet le VH-soztak, úgyhogy eljött ennek a játéknak is ez a korszak, amikor itt is megkaptam ezt. Pedig, hogy őszinte legyek, azért nem is toltam annyira jól, vagy hát nem tudom, hogy ti eldöntitek, de azért átlagosnál, amit az a Titanfall-ba szoktak átlagot megölni, attól egy kicsit jobban sikerült ez a stat. Dominationról van szó, nem szálltam be Titánba, próbáltam B és C között védekezni, és igazából fel se tűnt, de a játék végére azért sikerült, hogy úgy mondjam, többet ölni, mint amit átlagban szoktak ölni az emberkék. A Titanfall-ban sország ezért is kaptam meg, hogy én itt most V-házom, pedig a statom arányaiba azért nem lett annyira VH-s stat, tehát egyáltalán nem lett VH-s stat, mert így mondjam. A végére ott hagytam a beszélgetésünket az úriemberrel, aki levéházott, és mindenképpen el akarta küldeni a Punkbuster fényképemet a Titanfall-osoknak, én meg röhögtem rajta ott, és próbáltam adni alá a lovat. Nos, ha kíváncsiak vagytok a végén a kis chatre, akkor maradjatok itt, nézzétek meg, vagy tekerjétek oda, de én itt most szeretnék beszélni egy dologról, ami szar a csőrömet, és egy másik dologról, az pedig a Titanfall-nak az anti-cheat rendszere. És hogyha már itt vagyunk, hogy hogyan dolgozik az anti-cheat rendszere a Titanfall-nak. Úgyhogy kezdjük azzal, tehát nem Punkbusteron keresztül megy a cheat rendszer, viszont van egy ugye saját cheat rendszerük. Mi történik, ha valaki cheat-el? Na most a kis Infinity Wars, szóval a Respawn Entertainmentesek úgy döntöttek, hogy nem fogják bannolni azokat, akik cheat-elnek. Viszont, hogyha az anti-cheat rendszer elkap valakit azzal, hogy cheat-el, kapaszkodjatok meg, akkor a neve mellett megjelenik egy kis ikonocska, feliratta, hogy te egy cheater vagy, tehát ha például cheatelsz, akkor mindig ott lesz a neved mellett az, hogy te már cheateltél, és te cheatelsz éppen, hogy vagy éppen használsz valamilyen programot, ami illegális ebből a szempontból, és rajta kapott az anti-cheat rendszer, hogy cheatelsz. És ezt még állítólag azt is képes kiküszöbölni, tehát így a legfrissebb cheat rendszereket, de hogyha nem vigyázol, nem tartod magad update-en azzal a bizonyos cheat rendszerrel, akkor bizony elkap a rendszer, és ott lesz azon túl a neved fölött az ő cheater. Egyrészt miért jó dolog ez, és miért tetszik az, hogy nem bannolnak ki, hanem ott lesz egy aféle szégyenfolt az ember neve mellett, ott lesz egy ilyen szégyenfolt. Egyrészt azért, mert hogyha bedob egy lobbyba, akkor te ki fogsz lépni, mi normális játékos, ezért nem fogsz játszani egy cheaterre. A másik jó dolog, amit csinál ez a rendszer, összedob más cheaterekkel. Szóval a cheatereket így összedobja egy lobbyban, játszhatok egymással, és akkor jó. És így a becsületes játékost tulajdonképpen békén lesz hagyva. Úgyhogy aki gondolkodik azon, hogy cheat-el, akkor gondolja végig, szerintem nagyon-nagyon frissen kell tartani azt a bizonyos cheat-et, és pénzt elkölteni erre, mert ugye ezek a legtöbbje pénzbe kerül, hogy azért, hogy frissek legyenek, de nem kell megijedni, ha rajta kapnak, nem leszel kibannolva, csak ezentúl cheaterekkel fogsz játszani. Szerintem fair. Nem tudom, hogy látjátok ezt, ugye? Ugye azért ez egy fair dolog, nekem nagyon tetszik. Tetszik, hogy nem bannolnak ki az akkontodról, ahol van másik 10 játék például, ha cheatelsz, mert lehet, hogy a kodban nem cheatelsz, bocsánat, Battlefieldben nem cheatelsz, de Titanfall-ban cheatelsz, és akkor megmarad az akkontod, tök happy minden, csak hát Titanfall-t onnantól kezdve gyakorlatilag buktad, mert cheaterekkel fog összedobni a játék, és gyakorlatilag nem lesz egy normális játékod azon túl. Szerintem ez egy nagyon jó és fair dolog, hogy ebből a szempontból is nagyon tetszik ez a szisztéma és elgondolás a Respawn Entertainmentnek a részéről. Nos, és akkor most rátérek a komoly részére a dologdnak, ami egyféle ilyen baksza csőrött dolog, és a Titanfall erre egy jó alkalom, egy jó játék arról, hogy erről beszéljünk, és hogy úgy mondjam, az a játék élvezetének az elvételéről szól. Hogy is mondjam ezt, azért ugye sokan nézzük a videókat azon a bizonyos YouTube-on, kicsit megpróbálom összeszedni a gondolataimat, és kicsit nehéz elkezdenem ezt a dolgot, hogy azért ne értsétek félre, de van egy dolog, amire úgy gondolom, hogy a sok videós, aki YouTube-ra felrak
videót gameplayekről, bizonyos gameplayekről, mondjuk az ilyen kompetitívabb játékokról, tehát a Call of Duty, Battlefield, stb. Bizonyos szempontból eladnak egy álmot nekünk játékosoknak, és átvernek minket. Nem minden videós teszi ezt, hogy úgy mondjam. Azt hiszem mindannyian ismerünk ilyen videósokat, nem fogok felhozni neveket, de hogy úgy mondjam, látjuk az ő pro játékaikat, és megpróbálok azon az egy videó alatt eladni nekünk a tuti receptet, és mi elmegyünk és megnézzük azt a bizonyos tuti receptet, és látjuk, hogy nem válik be. Szóval ezt az alatt értem úgy, ez egy elég nehéz téma lesz, és nagyon szeretném, ha megosztanátok a gondolatokat ezzel kapcsolatban, hogy ezt egy kicsit hogy látjuk és vitassuk meg, mert kíváncsi vagyok a ti gondolatokra ezzel kapcsolatban. És megpróbálnak nekünk eladni egy álmot, hogy úgy mondjam. Látjuk, hogy de profin játszik a gyerek, és elmondta a tuti taktikát, na emek egy kis, és kipróbálom, és kapod a facepalmot. És ez azért nem esik jól, és látod, hogy az a másiknak gyereknek, hogy mégis jól megy a videóban, és anyád leöl százat, meghal kétszer, és mégsem érted, hogy ez hogy megy. És neked ugye ez milyen ritkán sikerül, stb. És ez az egy dolog azért egy kicsit zavar a YouTube-ozásban, hogy sok videós van, aki magát prónak állítja, most ilyen csodán fogok fogalmazni, tehát magát prónak állítja, vannak prók, félreértés ne esik, tehát vannak olyan arcok, akik prók, kicsit rátérek majd arra is, tehát vannak olyan, akik magukat prónak állítják, és megpróbálják eladni a sikerreceptjét, és aki egy kicsit is konyít a játékokhoz, vagy már látott egy pár játékot, az helyből levágja, hogy hó, te most nekem megpróbálod eladni a hülyeséget, szóval azért ne kezdjük már el. És ugye mégis látjuk, hogy a gameplay alatt ő milyen hihetetlenül jól játszik, mert ugye hát ez így van, tehát azért jól játszik a gameplay alatt, és elad nekünk egy receptet, aminek köze nincs a gameplayhez, a játékhoz magához, annak filozófiájához és mechanizmusához. És látszik, ki jön a hozzá nem értésre, de te, mint amatőr gamerek, mint casual gamerek, akik szeretnénk egy kicsit jobbá lenni, bevesszük ezt. És utána csalódva nézünk a játékra, hogy mi ezért a szarért adtunk ki 10.000 forintot. És ez az, ami zavaró. Vannak olyan arcok, akik pro gamerek, gondolok itt például egy Level Cap-re, X-Factor-re, akik Battlefield 4-ben hihetetlen gameplayeket raknak föl, ugye, tehát örülnék, ha én is úgy tudnék Battlefield-ezni, mint ők. Viszont mi a különbség egy azug között és közöttük? Az, hogy ő tisztában van vele, hogy mitől volt az a helyzet, amiben ő sikeres tudott lenni épp ott, abban a gameplayben. És nem arról beszél, hogy ez a tuti recept, hanem arról beszél, hogy a helyzet szülte lehetőséget miként sikerült neki személy szerint kihasználnia. Így próbál meg segíteni. Azt mutatja meg például neked, amit ő látott abban a szituációban, és arra próbál serkenteni, hogy te is lásd meg azt a szituációt. Nem eladja neked, hogy így kell csinálni. Ez a különbség sok videós között YouTube-on, és úgy gondolom azért ez egy fertő abból a szempontból, hogy mi látjuk, hogy úristen, de jól játszik, én is akarok így játszani, nem úgy megy a srácok, tehát tudjátok, hogy megy egy videó? Az úgy megy, hogy lejátszok 10 meccset és felrakom a legjobbat, szóval egy videóst így kell elképzelni, ő se lesz hülye, hogy felrakjon nektek egy olyan gameplayt, ahol sorra hal, tehát abban semmi élvezet nincs, ugye, hogy sorra hal. Szeretnétek killeket látni, szeretnétek skillt látni, megvan, minden gamerben, minden játékosban van skill, és meg tudja csinálni azt a hihetetlen statot. Csak egyrészt el kell hinned, hogy meg tud csinálni, és másrészt fogadd el, hogy az a videós, aki felrakja a videót, lehet azért rakja fel a videót, mert szórakoztatni tud, vagy egy olyan módon tud oktatni, hogy jó, vagy éppen csak be akarja mutatni, hogy úristen, én tudok lelőni 10-et és 0-szor halni egy játékban, és az úgy de nagy dicsőség, de sose felejtsétek el azt, hogy
ez csak azért van, mert lejátszik 10-20 menetet és felrakja a legjobb gameplayt. A bosszantó az, hogy ezt megpróbálja eladni nekünk sikerként tuti recepttel. Ez azért nem, ez azért idegesítő lenni, és ez nem hiányzik. Például ott van Driftor, Call of Duty veterán, és egy versenyjátékos volt régen, de most már ő is tudja, hogy egy őshüllő ebben a szakmában, viszont a játék tapasztalata, a műsor, amit csinál, arra szükség van, és nem megpróbálja magát prónak eladni már, mert ő már nem az, mert van egy másik generáció, aki most pró, és ez így van rendje, és én is valamikor de pró voltam, de most már nem próbálom magam eladni azt, hogy úristen, de pro gamer vagyok, és de én legyőzök mindenkit, és ez a tuti recept, így kell csinálni, de most már másképp látom a játékot, másképp állok hozzá, nem tudok már, és nem is akarok olyan pro lenni, élvezni akarom a játékot, és amit akarok mondani ezzel az üzenettel, nektek is élvezni kéne a játékot, figyeljetek a képernyőt, és utána jön a chat, de közben folytatnám, amit mondok, szóval ne felejtsd el, hogy a játékra te kiadtál pénzt, és annak a pénznek pedig élvezetet kell nyújtani, amiért te megvetted ezt a játékot, úgyhogy nem biztos, hogy mindig annak a magát prónak kiadó videósnak kell hinni, mindenki eldönti magában, hogy ki ez a magát prónak kiadó videós, a másik pedig, hogy ne felejtsétek el, bárkiből lehet pró, bárkiből lehet versenyszférába játékos, te is tudsz az lenni, ehhez tanulni kell, és ehhez játszani kell, és ne feledd, hogy az a legtöbb videós, a leghíresebb videósok, azok más nem csinálnak, ebből élnek, ők játszanak, tehát ebből élnek, nem járnak iskolába, nem járnak el dolgozni, nekik ez a munka, hogy játszanak, ezért is tudnak annyira sikeresek lenni egy játékban. Szóval nem kell ebből a szempontból elcsüggeni, vagy nem kell bedőlni a maszlak szövegnek, hogyha tényleg core gamereket akarsz, akik értenek is a játékhoz, akkor igyekezz kiszűrni azokat a YouTube-on, hogyha tanulni akarsz, de ne dőlj be a maszlak szövegnek, hogy így mondjam. Várom a véleményeket, vitassuk meg ezt a témát, és köszönöm a figyelmet. Sziasztok!